Magyar Művészeti Akadémia építőművész tagozata immár 8. alkalommal hirdette meg, talán most már szokásosnak nevezhető pályázatát 40 év alatti fiatal építészeknek. Rendkívül sikeresnek gondoljuk ezt a pályázatot. Általában évente 25-30 jelentkező van, ez idén is. Így volt, 26 jelentkezőből 24 pályaművet tudott elbírálni a bíráló bizottság, akinek az elnöke Dévényi Sándor a nemzetművésze volt. Ilyen összetettségű, ilyen komplex tervezési feladatot még nem adtunk ki pályázatra, hisz ebben a feladatban urbanisztika, tájépítészet, ökológia és építészet is szerepelt, így talán nem meglepő, hogy a komplexitása miatt egyik pályamű se volt átütő tartalommal rendelkező alkotás. De mindegyik pályaműben, mindegyik díjazott pályaműben olyan gondolatok szerepelnek, amelyeket bizton ajánlhatunk a város vezetésének tovább gondolásra. Hisz ez is a célja most már ennek a pályázatoknak, hogy muníciót adjon egy-egy feladat feltérképezésére, a tervezési program megírására. A feladat komplexitása, nagyszerű helye és helyzete okán a Magyar Művészeti Akadémia építőművész tagozata felajánlja a városvezetésnek, hogy gondoljuk tovább ezeket az eredményeket. Ne pusztán egy pályázat, egy díj legyen, hanem a méltatott pályaművek szerzőivel egy workshopot szeretnénk szervezni, amely tovább dolgozza ezeket a gondolatokat, elemezve az egyes jó és az egyes kevésbé jó megoldásokat, és ebből egy olyan javaslatot szeretnénk tenni a városvezetés elé, amelyből a fejlesztésnek az irányait meghatározhatja, amiből egy országos nyílt tervpályázatnak a kiírását el tudja készíteni. A bíráló bizottság két olyan pályaművet is külön díjba részesített, amely nem valószínű, hogy megvalósulna, hisz a régi Balatonpart visszaépítését célozta. De ugyanakkor szemléletmódja, ökológikus megközelítése figyelemre méltó, és olyan impulzusokat ad, amelyeket feltétlenül megfontolandónak javasol a bírálóbizottság. A pályaművek bírálatánál rögtön az első benyomás az, hogy milyen sokszínűen és milyen sokféleképpen lehet egy témához hozzányúlni, és ez az élmény, ez az építészetnek a végtelenségét és a sokoldalúságát bizonyítja újfent. Az egy más kérdés, hogy milyen színvonalúak voltak ezek a pályázatok. A tervszámmal elégedettek vagyunk, a színvonallal azonban nem. Azért nem vagyunk elégedettek, bár ez csak egy ötletpályázat, mert olyan pályamű nem érkezett be, amelyik azt a speciális és különleges helyzetet, amit Keszthely a magyar város struktúrában elfoglal, híven tükrözte volna. Keszthely a Balaton fővárosa, mondják így, ezt ugye Siófok, Balatonfüred is aspirál ezekre a címekre, de ezek nem igazi városok. Most elnézést kérek a két előző várostól. Keszthely az, amelyiknek Füred egy fürdőváros, Siófok meg egy új város. Keszthely az, amelyik egy ősi gyökerekkel és nagy múlttal rendelkező igazi, ilyen értelemben vett történelmi város, amelyik a Balatonra szervesült. Ez a kapcsolata az évszázadok folyamán meggyengült. És ennek mármint hogy a Balatonnak és a városnak a kapcsolata. Ezt a hiátust szeretné a város felszámolni, illetve ennek a pályázatnak is ez volt a témája, hogy ezt körüljárjuk, ezt a problémát. És hát olyan megnyugtató eredmény nem született, amelyik minden kérdést legalább nyilván ötletfelvetés szintjén tartalmazott volna. Első díjat így, hogy díj, kiemelt díj nem is adtunk. Két művet díjaztunk, amelyek
Nél az volt a fontos, hogy a tervezett épületeket, a strandnak az épületeit viszonylag laza módon, mégis a természetbe ágyazva megkíséreltek megjeleníteni. Összesen 10 művet díjaztunk valamilyen szinten, ezek között a többiekben főleg egy-egy momentumot emelünk ki, amelyek hasznosíthatóak lesznek a jövőben. A célja nekünk, a zsűrinek az, hogy adjunk egy olyan ajánlást a városnak, amiből ő megfogalmazhat egy tervezési programot, amivel, ahogy a főépítész úrtól hallottuk, immáron valószínűleg anyagi lehetőségekkel is fog bírni a város, hogy rendbe tegye a Balaton partját és megvalósítsa a város és a Balaton szervesebb kapcsolatát. Azért is érdekes ez a pályázat, mert a terület egy olyan városi helyzetben van, amikor azon kell elgondolkodni, hogy nem csak épületeket tervez az ember a feladat területére, hanem megvizsgálja, hogy hogyan lehet oda eljutni, a városi összefüggéseket, a városi szövetet, milyen utak vezetnek oda, milyen gyalogos ösvények, hogy lehet a városból eljönni autóval, gyalogosan, kerékpárosan. Ez a szövet, ez az összefüggés rendszer az egyik legfontosabb ennél a feladatnál, és úgy látom, hogy ezen mindenki elég alaposan elgondolkodott, és javaslatokat adott mindegyik pályázó arra, hogy például egy új sétány keletkezzen, egy új sétányt hozzanak létre a strand mellett. Azon is elgondolkodtak, hogyan kellene megoldani a parkolás problémáját, és a bicikli közlekedést is. Nagyon színvonalas munkák születtek, főleg ebből a szempontból, hogy a területet hogyan hasznosítja az ember, és hogyan kapcsolódik a városi morfológiához, a városi szövethez, a városi úthálózathoz. Talán azok a szerencsésebbek, amelyek például a parkolási megoldást nem egy tömbben kezelik, hanem mivel egy hosszú területről van szó, szépen elnyújtva oldják meg a parkolókat, így aztán minden parkoló közelebb kerül a strandhoz, ahhoz a funkcióhoz, ahova éppen igyekszik, és nem keletkezik egy hatalmas, gigaméretű parkoló. Ez csak egy szempont, de mégis fontos szempont. A másik fontos szempont, hogy a strand területe hogyan kapcsolódik a város többi strandjához, hol lesznek a fiatalok, hol lesz a kerékpáros kalandpálya, hol lesznek a gyerekek, a homokozók, és ezeknek a rendszerét a meglévő strandokkal és a meglévő egyéb funkciókkal, szállodákkal hogyan lehet összekapcsolni. Azt kell, hogy mondjam, hogy érdekes és hasznos megoldások születtek, amelyeket a város majd jól fog tudni hasznosítani, és kiválasztja belőle azokat a gondolatokat, amelyek számára a jövőbeli fejlesztéseknél érdekesek vagy hasznosíthatók lesznek. Mindig az a kérdés foglalkoztat ilyenkor, hogy miért vagyok én itt, mi az, ami engem izgat, mi az, ami egy ilyen pályázatban olyan tanulságokat ígér, ami miatt jó követni. Tehát valamiféle kíváncsiság vezérel abban, hogy részt vegyek egy ilyen tervpályázat eredményeinek az áttekintésében. És miután az ember már 40 év alatti építészeknek írja ki a pályázatot, ebből az is következik, hogy olyan építészek véleményére számíthatunk, akik a 21. században kaptak diplomát, tehát olyan szemlélettel rendelkeznek, ami maga mögött tudja már a commerce korábbi, mondjuk 20. századi megközelítéseket. És ez egy nagyon nagy várakozást gerjez bennem, és magasra teszem az elvárás tekintetében a lécet. Sajnos ennél a pályázatnál kicsit csalódtam, mert nagyon nagy számban voltak olyan pályázati munkák, amik nem léptek túl a szokásos, ismert megközelítési sémákon, aminek részben egy automatikus vagy szinte automatikus építészeti válasz mindig az eredménye, egy rutinosan vagy nem is biztos, hogy nagyon jól feltett kérdésre. És úgy érzem, hogy a 21. században ez ma már nem elég, vagy nem elég, kevés, hisz olyan kihívások elé néz
keszthely is akár, vagy mi mindannyian, akik ebben a világban élünk, amik újfajta építészeti válaszokat is követelnének. Ezek az építészeti válaszok pedig azt gondolom, hogy sokkal érzékenyebb társadalmilag, közösségi kérdésekre nagyobb tekintettel lévő válaszok kellene, hogy legyenek. Az itteni pályázatok között is akadt azért ilyen, és én ennek nagyon-nagyon örültem. Az a két terv, ami külön díjat kapott, kicsit talán provokatívnak is nevezhető formában és módon, de tagadta a programot, és olyan kérdések felvetését javasolta, amik ma még talán újszerűek. Miben újszerűek? Látszólag visszalépnek egy olyan állapothoz, ami a Balatonnak egy kevésbé kiépített állapotát mutatja, a parttal, a parti sávval, a parti sáv növény- és állatvilágával, és az ilyenfajta környezetnek az emberi használatával foglalkoztak gondolati szinten. Az egyik pályamű szinte csak szöveg szintjén, és nagyon vonzó grafikával, a másik kicsit építészibb módon. Úgy gondolom, hogy az ilyen felvetéseknek nagyon nagy a jelentősége, mert bár közvetlenül talán nem megvalósítható gondolatokat tartalmaznak, de felvetnek, vagy a látókörünkbe vonzanak olyan kérdéseket, olyan szempontokat, amik talán nem volnának amúgy láthatóak. Hogyha ezek a visszalépő, mondjuk úgy, hogy ökológikus szemléletű, vagy kicsit a fogyasztással szemben kritikus attitűdök megjelennek a mai építészeti gondolkodásban, még inkább a közbeszédben, tehát a társadalmi közbeszédben, akkor van esélyünk, van reményünk arra, hogy letérhetünk arról az útról, aminek problémáit vagy következményeit amúgy elég gyakran kénytelenek vagyunk elszenvedni. Úgyhogy ennek a pályázatnak számomra az igazi hozadéka az a két-három terv volt, amelyik a kommersz építészeti válaszadáson túl ilyen izgalmas kérdéseket vetett föl, ami tehát még egyszer ismétlem, azt gondolom az emberiség számára létkérdés, így a szükebb hazánk lakói számára is létkérdés, hogy észrevegyük, hisz valószínű, hogy olyan nagymértékű már a változás az életünkben, a mindennapjainkban, hogy erre kénytelenek vagyunk valamilyen kiterjedtebb, akár építészeti választ is adni. És ilyen válaszok itt megfogalmazottak. Összefoglalva, úgy gondolom, hogy az egyik legeredményesebb pályázaton vagyunk túl, mind a jelentkezők száma, mind pedig a munkák színvonala tekintetében, és megköszönöm mindazoknak a kollégáknak, ifjú kollégáknak, akik részt vettek ezen, illetve akik figyelemmel kísérik ezt a pályázatot, és arra buzdítom őket, hogy jövőre is pályázzanak.